30%-kal nőtt a pedagógus pályára jelentkezők száma, emelkedett a Klebelsberg ösztöndíjat elnyert hallgatók száma is, már több mint 2000 pedagógus képzésben résztvevő egyetemista kap támogatást a kormánytól. Nyíregyházán is folyamatosan emelkedik a pedagógus képzésre jelentkezők száma, az egyetem a teljes pedagógus képzést lefedi az óvodáktól a középiskolákig. Egyre többen választják a pedagógusi pályát. Balogh Zoltán, az emberi erőforrásokért felelős miniszter, a Klebelsberg képzési ösztöndíjak ünnepélyes átadásakor hangsúlyozta. A gyerek után a tanár a legfontosabb köznevelési szereplő, a tanár az, aki majdnem minden múlik, és nemzetstratégiai fontosságú, ami az osztálytermekben történik, ezen múlik, milyen lesz a jövő. Hozzátette, egyre jobb tanárokra van szükség, akik képesek új tudásterületeket, kompetenciákat, készségeket elsajátítani a 21. században a sikeres oktatáshoz. Ezért is indították el a Klebelsberg ösztöndíjat, így a pedagógus képzésben résztvevők a miniszter szerint tényleg csak a tanulásra kell, hogy koncentráljanak. A 17-18-as tanévben újabb 651 hallgató szerezte meg a jogot, hogy Klebelsberg ösztöndíjas lehessen. Ez azt jelenti, hogy ma 2132-en tanulnak úgy a magyar felsőoktatásba, hogy tudják, hogy 4-3-2 év múlva tanárok lesznek, 1920 fő osztatlan tanárképzésben is 212-en most indulnak a gyógypedagógiai alapképzésre. Nyíregyházán is folyamatosan emelkedik a pedagógus képzésre jelentkezők száma. Az egyetem a teljes pedagógus képzést lefedi az óvodáktól a középiskolákig. Ferencéné dr. Ács Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor helyettese a vendégem. Jó estét kívánok, köszönöm. Hogyan figyelhető meg ez a tendencia az elmúlt néhány évre viszonyítva, vonatkoztatva, ez az emelkedési tendencia? Szerencsére a Nyíregyházi Egyetem is érzi azt az emelkedő létszámot, amelyről a miniszter úr beszámolt a Klebelsberg ösztöndíjak átadó ünnepségen. Ha kiterjesztjük a teljes pedagógus képzésre, akkor a Nyíregyházi Egyetem, mivel mi most már a csecsemő és gyermeknevelő képzéstől az óvodapedagóguson, a tanítóképzésen át, hogy a tanárképzés, sőt a szakmai tanárképzésig valamennyi pedagógus képzési területhez tartozó szakot lefedjük, ezt mi is jól éreztük, nem csak a számainkban, de a megemelkedett munka mennyiségében, és hál' Istennek mi is részesei vagyunk. Nagyon komoly munka előzte ezt meg, én úgy tudom, hogy a Nyíregyházi Egyetem stratégiájának fontos része a pedagógus képzés erősítése. Így van, megtartva természetesen a többi olyan képzési területhez tartozó szakokat, ahol mi azt hiszem, hogy erősek voltunk és vagyunk, azért a pedagógus képzést mindenképpen stratégiai jelentőségűnek tartjuk, tehát az elmúlt évek fejlesztései hatottak idáig, tanterv átalakítások és új szakakkreditáció, hogy most már teljes képzési palettát tudunk kínálni. Elég nagy átalakuláson megy keresztül az egész oktatás, illetve az elvárások, az oktatással szemben felmerülő elvárások. Hogyan tud ennek a felsőoktatás, a pedagógus képzés megfelelni? Igen, az elmúlt évben új rendeletek is jelentek meg, amelyek a kompetencia alapú nem csak tanulás, de a tanítás részét is szabályozták. Éppen ezért az új képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően valamennyi alapszakon mi átdolgoztuk a tantervünket, a tantári leírásainkat, a tantárgyi tartalmakat. Tehát abszolút korszerűek most már a Nyíregyházi Egyetem képzési tartalmai is. A tanárképzés pedig olyan nem régen lett újra fűzve, mióta az osztatlan tanárképzést bevezettük, tehát az abszolút a modern értékeknek feleltethető meg. Így dolgozunk most már jó néhány éve. Tetten érhető ez abban is, amit mostanában egyre többet tesznek szóvá, hogy a lexikai tudás mellett, vagy akár annak rovására a gyakorlati készségek, a mentális készségekre való nagyobb hangsúlyt meg tud jelenni most már az oktatásban? Így van, és igyekeztünk ezt a tanterveinkben is valamilyen módon megjeleníteni, illetve próbálunk most már a digitális tanulás felé is olyan hangsúlyokat és lépéseket helyezni, amelyek majd segíteni fogják a leendő tanárokat, ami jelenlegi hallgatóinkat abban, hogy kikerülve a pedagógus képzésterületre meg tudják állni az ottani körülmények között. Mik azok az új szakok, szakirányok, amik ezt a célt szolgálják a korszerű 21. századi tudásnak az elsajátításához? Inkább
tantárgyakat lehetne mondani. Szakok területén, ahogy említettem, ugye a csecsemő és gyermeknevelő, ezen a területen, ebben a régióban ez egy nagyon fontos és nagyon várt képzés volt, nagyon sikeres most már néhány éve. Úgy szintén az óvodapedagógus egy régi és újra akkreditált képzésünkről van szó, szóval nagyon sok hallgatót vettünk fel az idén, tehát nagyon nagy volt az igényre. A tanítóképzés változatlanul népszerű. Ezekben az alapszakokban megjelennek már azok a tantárgyi tartalmak, amelyek ezeknek a követelményeknek megfelelnek. És egy kicsit a művészetek felé is kacsingatott az egyetem. Hát a művészeti képzésünk az elmúlt években a népzene és népi kultúra tanári szakkal bővült. Erről csak egy mondatot mondanék, hogy egyedüli az országban, így ilyen szakpárokban, ahogy az énekzene tanári szakkal lehet együtt felvenni, máshol ezt a szakot nem hirdetik. Mi az, amit nyújtani tud a Nyíregyházi Egyetem a már gyakorló pedagógusoknak a saját fejlődésükhöz? Igen. Ez nagyon fontos ez a kérdés, és remélem a válasz is az lesz majd a leendő érdeklődőknek, ugyanis nagyon el kell választani, és ha valaki tovább szeretne tanulni, a felvételi honlap, a felvi.hu honlapján is ne felejtse el a már oklevéllel rendelkezők oldalára átváltani a képernyőjét, ugyanis kétféle típusa van a tanárképzésnek. Az osztatlan szakok, azok az érettségivel rendelkező fiataloknak szólnak, illetve azoknak, akik esetleg alapszakos oklevelet szereztek, de még nincs tanári oklevelük. Ha viszont valakinek már tanári végzettsége, szakképzettsége van oklevele, akkor ők a mesterképzés menüpontjait kezdjék el lapozgatni. Itt is többféle lehetőség van. Ha szabad, akkor itt egy picikét ezt részletezném. Ha valaki tanító oklevéllel rendelkezik, de szeretne valamilyen tanárszakon tanári végzettséget szerezni, megjelölve az adott tantárgyat, 4 fél év alatt kaphat a Nyíregyházi Egyetemen általános iskolai tanári végzettséget. Ha tanári szakja van, akár egy, akár két szakon szeretne tovább tanulni, és újabb tanári szakképzettséget szerezni, szintén általános iskolai kimenettel, ugyancsak 4 fél év alatt teheti meg. Ha régi típusú főiskolai tanárszakja van, és szeretne abból középiskolai tanári oklevelet, azt 2 fél év alatt lehet megszerezni, és ugyancsak 2 fél éves képzést ajánlunk azoknak, akik valamilyen disziplinális régi oklevéllel rendelkeznek. Azért mondom, hogy régi, most is lehet disziplinális mesterszakon, de általában akik már korábban megszerezték az oklevelet, azokra vonatkozik. Például történész, matematikus, de nincs tanári végzettsége. Ők is 2 fél év alatt szerezhetnek középiskolai tanári végzettséget. Van még egy specialitásunk a szakmai tanárszakok területén, itt bővülés is történt, ugyanis most akkreditáltak a közgazdász tanárszakunkat a meglévő mérnök tanári szakunk mellé, és hogyha megfelelő szakirányokat megkeresik, megfelelő végzettséggel, szakirányú oklevéllel, a szakgimnáziumokban most már szakmai tanári szakképzettség is szerezhető a Nyíregyházi Egyetemen. Mik azok a szakok lehetőségek, amit állami támogatással tudnak végezni a hallgatók, illetve milyen segítséget tudnak keresni a hallgatók a tanulmányaik költségeihez? Valamennyit kínáljuk állami finanszírozásban, ösztöndíjas képzési formában. A továbbképzéseket is, tehát a már diplomásoknak is? Igen, vagy? Tehát a tanári szakokat igen. Ugyanis aki még nem töltötte el a 12 fél évét, amit az állam a tanárképzésre felajánlott, ők még állami finanszírozása, tehát ösztöndíjas képzési formában tanulhatnak. Tehát valakinek még 2 fél éve nem lett kitöltve, akkor a 2 fél éves képzését akár még állami finanszírozással is elvégezheti. Ha szakirányú továbbképzésre jelentkezik, az más, az egy teljesen más forma, ott már önköltséget kell fizetni. De a tanári szakoknál, ha nincs elhasználva az állami keret, egész nyugodtan meg lehet jelölni az állami képzési formát. Hány hallgató tud élni a Klebelsberg ösztöndíj lehetőségével? Hát akik beadják a pályázatot, és megfelelnek az adott kritériumoknak, szinte az a tapasztalat, hogy majdnem mindegyik hallgatót tudja ösztöndíjban részesíteni a bizottság, illetve a miniszter úr.
A Nyíregyházi Egyetemről körülbelül 100 hallgató van, az évek alatt annyian vették át az ösztöndíjra vonatkozó oklevelet, illetve a szerződést. Az idén 31-en voltunk fönt a hallgatókkal, és ha talán szabad elmondanom, hogy nagy megtiszteltetés ért a Nyíregyházi Egyetemet ebben az évben, mert a budapesti egyetemek után először most egy vidéki egyetem hallgatóját kérte fel a minisztérium, hogy a hallgatók nevében, az új ösztöndíjasok nevében beszédet mondhasson, szólhasson a hallgatótársakhoz. Ez a mi hallgatónk volt, Klenk Rékának hívják, és nagyon büszkék vagyunk rá. Az országos pedagógus képzésben hol helyezkedik el a Nyíregyházi Egyetem? Talán ebből a hangsúlyból is látszik, amit most a minisztérium azt gondolom igen figyelemre méltó módon a Nyíregyházi Egyetembe fektetett ezzel a felkéréssel, hogy elismert. Még mindig ott vagyunk a legjobbak között, és remélem, hogy ott is maradunk. Ferencéné dr. Ács Ildikó, köszönjük, hogy befáradt hozzánk ma a stúdióba. Köszönöm szépen.